Köszöntöm nézőnket, Molnár Párral, a Városgazdaság vezetőjével itt beszélgetünk a megszépült főtéren, és a sok szép virág és a beindult szökőkút előtt, tehát nagyon szép nyárias, már a hangulat, az időjárás is igazán kedvező. Mennyi virágládát ültettek most ide a főtér csinosítására? Az igazság, hogy a tél folyamán elkezdtük már a virágládáknak a készítését, és nem kimondottan a főtérnek, pontosabban a városház előtti térnek a kialakítására, virággal történő borítására gyártottuk, de úgy láttuk, hogy ide most a legfontosabb, mind az átadás ünnepség, mind pedig szeretnénk ezt a betonteret megtörni egy kis zöld felülettel, és bízom benne, hogy ezek a virágládákba elhelyezett virágok, amelyek részben városgondnoksági nevelésűek, részben vásároltak, de a ládák azok 100%-ban a városgondnokság műhelyében, asztalos műhelyében készültek, szebbé fogják tenni a főtérnek ezen részét. Voltak már visszajelzések abban az irányban is, hogy jó, hogy ide tettük, volt, akinek nem tetszik, hogy megtöri a kőfelületet, de én azokkal értek együtt, akik azt mondják, hogy a kőfelületet, ezt a élettelen köves felületet meg kell törni élettel, meg kell tölteni élettel, virágokkal be kell ültetni. Egyébként a jó példát a pécsi főtér szolgálta. Bevallom, őszintén onnan láttam én is ezt, ahol már eleve a kialakítás is úgy volt, hogy földfelületeket hagytak meg a betonplacon, és oda mindig a időszaknak megfelelő virágokkal ültetik be. Hát ez így nem úgy lett megtervezve, ezért próbáljuk virágládákkal ezt a problémát, vagy ezt a kihagyott hibát áthidalni. De itt egyre jobban kezdik belakni a főteret, hiszen itt mellettünk is az előbb még itt ott az apuka a két kisfiával leülnek, meg állnak, beszélgetnek. Tehát itt a kihelyezett padok is azt hiszem, hogy egy ilyen kis találkozó helyet, kis beszélgető helyet is biztosítanak. Ez így igaz, a pályázatnak nem volt az sem része, hogy új padok legyenek kihelyezve, de ezt a városgondosság fővállalat és a városvezetés is egyetértett azzal, hogy ne azok a régi kőlábú padok legyenek kihelyezve, amelyek jók, lehet ülni, tehát máshol a kihelyezésre kerültek, viszont a korkövetelményeik a felújítással, a pályázattal egy megújult főtéren ezeknek a padoknak van helye, amelyek lába, fémlába az egyik vidéki KFT által kerültek legyártásra, a fa részét viszont szintén az asztalos műhelyünkben gyártották. Valóban szeretik az emberek, szeretnek ide járni, a szökőkút miatt már régen szerettek ide járni, de most azzal, hogy nem kőborítású, pontosabban nem zúzott kőborítású felület van, hanem térkővel van kirakva, sokkal népszerűbb. Szeretnek a gyerek is bejárni, akár kerékpárral is, ezt tudom, hogy nem teljes mértékben szabályos, de eltekintünk a közlekedési szabályok ez irányú betartásával. Nyilván felnőtteknek nem javasoljuk, de gyerekek egy-két kör erejéig behajthatnak ide. Reméljük azért nem lesz ebből semmi probléma, viszont jártunk a városban, és több helyen árok befedési és árok takarítási munkálatok is zajlanak. Merre dolgoznak most? Így van, gőzerővel folyik a startmunkaprogram. Startmunkaprogramnak része egy belvizes program is, ahol is árok felújítások, árok burkolások, árok takarítások, átereszek kicserélése, javítása, tisztítása van folyamatban, valamint a főbefogadóknak a takarítása, tisztítása is. Ezen a téren nagyon jól áll a város, tudjuk növelni azoknak a árkoknak a hosszát, amelyeket teljes mértékben leburkolunk, amely így sokkal biztonságosabb vízelvezetés biztosít. Igaz, a karbantartás igénye sokkal nagyobb a város részéről, és sokkal igényesebb karbantartást is igényelnek, ugyanis ezt a város lakossága már egy lapáttal és egy ásóval nem tudja megoldani, hanem nagy nyomású csatornatisztítógépeket kell rendelnünk, és ezzel tudjuk kitakarítani. Viszont a vízelvezetés sokkal biztonságosabb, gyorsabb az áramlás, és ha ezek ki vannak takarítva, ezek a csövek, akkor biztosított a vízelvezetés. Több helyen folyik, egyik ilyen nagy munkánk a Tőkés utca. Tőkés utca egy rendkívül nagy forgalmú út lett az elmúlt évtizedben. Éppen ezért szeretnénk majd az utat is valamikor pályázat keretében szélesíteni, tervek között szerepel, de ahhoz, hogy az utat tudjuk szélesíteni, a patkát is növelni kell, a patka felületet pedig csak úgy tudjuk növelni, hogyha az árkok lefedése kerülnek. Nagy árkok vannak, nagy vízgyűjtő területről gyűjtik be, hála Istennek vizes évek itt nem szoktak lenni, tehát belvizes évek nem tudnak kialakulni, mert magas fekvésű, de gyakran megcsillan a víz az árkokban, amikor nagyobb eső van. De nem ez volt az első számú szempont, hanem az, hogy az útfeletet, hogyha kell, akkor tudjuk növelni. Sándor utcán is terben van, Kórház utcán is vannak ilyen tervek, de a város perifériás területein is, például a Tó utcán is hasonló munkálatok folynak. Ott igaz, hogy nem fedett árok lesz, hanem egy burkolt árok lesz a város déli újváros résznek a vízelvezetésének egy sarkalatos pontja lesz, egy sarkalatos és neuralgikus problémát fogunk megoldani ezzel. A
tesztet hétvégi akcióján láttam fotókat a közösség oldalon, hogy a déli külvároson azért nagyon sokan gyűjtöttek szemetet, és elég sokat sikerült összeszedni, viszont a városgondnokság is odafigyel erre, hiszen a külterületen is igyekeznek összeszedni az illegálisan lerakott szemetet. Hol tart most ez a program? Ebben az évben így igaz indult a városgondnokság egy illegális hulladéklerakóknak a megszüntetésével kapcsolatos programban. Nem nagy létszámmal, 11 fővel, de ez a 11 főt nagyon hatékonyan tudjuk működtetni, ugyanis a városgondnokság gépparkja bekapcsolódva az összegyűjtött szemetek szemét és hulladék elszállításában rendkívül hatékonyan tudja dolgoztatni a 11 főt. Több 10 tonna, de már 100 tonna felett, inkább így fogalmazok, 100 tonna feletti hulladékot sikerült már összegyűjteni, beszállítani a megfelelő helyre, a hulladéklerakóra. Ez a program, elmondhatom, hogy 60%-on áll, 40% az még olyan területeket takar, amelyek a város perifériás területei vannak, tehát itt valószínűleg úgy kell megoldani a hulladék összegyűjtés, hogy ki kell szállítani az itt dolgozókat, 6-8-10 kilométeres távolságokra is van, de ez is a városhoz tartozik, ezt is rendbe kell tartani. A programban meghatározott határidő végére, tehát december 31-ére tudjuk a tervet teljesíteni, sőt az időközben kialakult nem tervezett és a pályázatban nem szereplő illegális hulladéklerakókat is meg tudjuk szüntetni. Ha nem is 100%-ban, de jelentős részét meg tudjuk oldani. Valamint hulladék programban még két nagy gondolata volt a városgondnokságnak, amikor a észak és déli újvárosi részen is 10-10 fővel folyamatos hulladék elszállítási és hulladék összegyűjtési programot indított el, szintén a közmunkaprogram keretében. Napi rendszerességgel összegyűjtik a hulladékot azokon a területeken is, amelyek nem önkormányzati területek. Nagyon sok olyan telek van, amelyet a tulajdonos elhagyott, félig lebontott házak vannak. Ide is bemerészkedünk, és az itt felgyülemlett, vagy éppen kialakulóban lévő hulladék lerakók, vagy szeméttelepek, kialakuló szeméttelepeket megszüntetve ezzel a szomszédok és az itt lakók nem kis örömére, mert az itt lakó embereknek is van igénye, főleg akkor, amikor a szomszédtelken kialakult egy szeméttelep. Nyilván ők ezt nem tudják megszüntetni, hiába veszekednek az oda szemetet szállítókkal, hogyha a szemét elkerül, akkor újabb szemét lerakására már nagyon pici a valószínűleg. Viszont, hogyha ott hagyjuk a szemetet, az egyre több szemetet generál. Gondolom, hogy azért ilyen volt ez is, hogy nem a gondnokság feladata volt, de az apavári, tehát a 4-es mert az apavári részen is ott a sikerült megtisztítani egy alkalommal. Nem tudom, hogy azóta jártak-e arra, mennyire szemetes, vagy visszamennek-e azokra a területekre, ahonnan már sikerült felszámolni, hogy megnézik időközönként, hogy újból vannak-e ugyanott szemetek, vagy esetleg a környékén. Az igazság, hogy kibővítettük az apavári megállónak, vagy apavári átjárónak a hulladék összegyűjtésével is azt a programot, amely már évek óta működik ma a Magyarkai megállónál. Nem önkormányzati terület, állami terület, a közútkezelőnek kellene itt összegyűjteni. Többször jeleztük már nyomatékosan a közútkezelő fele. Kapacitás hiányában nagyon kevés alkalommal tudja eltakarítani, elszállítani a földgyűlemlet hulladékot, és ezt mi pluszba fölvállaljuk. Pontosabban rendszeresen, de nagyobb időintervallumokban, tehát nem heti rendszerességgel, hanem havi rendszerességgel visszagyűjtünk az itt eldobált szemetet, petpalackokat, egyéb hulladékot, ami igazából nem is háztatási hulladék, hanem az átutazó tranzitforgalom, vagy polgári forgalomnak jogos igénye lenne az, hogyha megáll egy megállóba, akkor a földgyűlemlet szemetet a járművekben valóban tudja tenni. Általában az itt lerakott hulladék tárolók, szemetesek nagyon hamar megtelnek, és hát ugye a többi a földre kerül. Ebbe próbálunk besegíteni. Ezt csak karitatív eleggel végezzük, de úgy érzem az ide látogatóknak mindenféleképpen jó benyomással kell Karcag külterületén átutazni, amikor rényesen átmennek, de a ide bejövőknek is jó hangulatba kell bejönni, nem pedig egy hulladékokkal terhelt külterületet kell látni. Nem pont ide tartozik, de ön is többször hozzászólt, és próbálta megmenteni a Széchenyi sugárúton a kivágásra jelölt fákat. Igen, volt, aki sírva hívott fel, hogy mégsem sikerült megmenteni, és kivágták, és amikor kivágták, akkor látszott, hogy mennyire egészséges volt ez a fa. Hogy sikerült végül valamit elérni, hogyha nem is mindet, mert néhányat kivágtak, de sikerült néhányat megmenteni? Hát örömmel mondhatom, hogy nem néhányat sikerült megmenteni, mert néhány lakóval összefogva, és bevallom őszintén, próbáltam ennek az élére állni, azoknak a fáknak a tekintetében, amelyekből egyértelműen látszódott, hogy még 50-100 évig is képesek élni, nem vágásérett fák, nem betegfák. Sikerült jegyzőúrral egy olyan kompromisszumot kötni,
leállította a közútkezelővel a fáknak a kivágását, ugyanis a jegyzőnek ebbe, a város jegyzőjének ebbe nagyon nagy beleszólása van. A jegyző úr ezt megértette, és nagyon segítőkész volt, éppen ezért közösen sikerült leállítani. Szerencsére nem sok fa került kivágásra, de el kell mondom, azért néhány olyan fa kivágásra került, amelyet nem kellett volna kivágni, de ha ezt nem állítjuk meg, akkor 40-50 fát is kivettek volna. Akkor én azt gondolom, hogy legközelebb is, hogyha ilyen van, akkor a lakosok nyugodtan keressék önt, hiszen szívügyén viseli ezeknek a fáknak bármely városrészen a sorsát. Ez így igaz, de nem csak én viselem a szívemben a fáknak a sorsát, hanem a város vezetése is, sőt mondhatom azt, hogy a város korábbi vezetése is, dr. Fazekas Sándor miniszter úr és Varga Mihály miniszter úr is, annak ellenére, hogy Varga Mihály nem Karcagon lakik már, rendszeresen érdeklődik, hogy a közterületek állapotával kapcsolatosan, hogyha esetleg fönt, vagy itt jár Karcagon, hazalátogat, akkor megjegyzi, hogyha szépet lát, de azt is meg szokja jegyezni, hogyha mondjuk olyan fák kerülnek kivágásra, mert korábban ő ismert, tudta, hogy itt van, és akkor érdeklődik utána. Nem különben dr. Fazekas Sándor, csak ugye ő, hogy itt lakik, sokkal napra készebb vele a kapcsolat. Most az ön szavait átvéve, hogyha szépet lát, akkor megállnak, csodálkoznak. Én láttam a közösségi oldalon fölrakva itt, ahol állunk, ott a Viktória kút környékéről is. Tehát tettek föl fotót, éjszakai fotót, tehát mindenkinek tetszik ez a megújult rész. Igen, én bevallom őszintén, azért elégedetlen vagyok, mert egy-két-három éve a zöld felületeknek a javítása, egy kis megtorpanás tapasztalható. Új kollégák kerültek be a rendszerbe, kezdik azért már megszokni és megtanulni azt, hogy mi az elvárás, és bízom benne, hogy 2-3 év múlva viszont azt mondhatom már, hogy elégedett vagyok, viszont addig nagyon-nagyon sok munka van előttünk, nem csak a közvetlen virágok, kisebb cserjék, örökzöldek tekintetében, vagy éppen a pázsit főeknek a telepítése tekintetében, tehát a gyeptelepítés tekintetében, hanem rengeteg fát ki is kell cserélnünk. Sajnos nagyon sok a vágás érett fa, ezek cseréje nagyon nagy odafigyelést igényel, a lakosság nagyon figyeli, hogy mely fákat vesszük ki, érdeklődnek rögtön, hogyha egy nagyobb, de mégis vágás érett fát kiveszünk, amelynek pótlása minden esetben nem egy az egyben, hanem körülbelül egy a tízben, vagy egy az ötvenben szokott megtörténni, viszont egy fából csak később lesz nagy fa, ezért nagyon észszerűen kell ezt, és nagyon nagy odafigyeléssel. Ennek példaként tudnám mondani a Dózsa György útnak is az egyik oldalán, a megújult Dériné mellett egy szép kis levelű kör is sor lett beültetve. A másik oldalán lévő akácsort, japán akácsort, azt nem vettük még ki, ott vágás érett, még megvárjuk, egy picit erősödjön az újonnan ültetett, és utána fogjuk ezt a cserét megtenni. De cserélni kell ezeket a fákat, vágás érettek, nagyon sok a betegfa is, de még egyszer mondom, nagyon nagy odafigyeléssel és fokozatosan. Akkor jó munkát kívánok önöknek, és sok sikeres pályázatot, hiszen az elmúlt utakból is következik, hogy van mire költeni egy esetleges sikeres pályázat forrást. Köszönöm szépen, ez így igaz.